Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Amit szeretnék megemlíteni, hogy közeledünk hónap végéhez, és ilyenkor megjelenik havonta az ingyenes hírlapom. Erre jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Minden hónapban van egy téma, egy havi angyal, egy havi asztrológiai előrejelzés, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás asztrológiával együtt 10000 forint helyett, 6000 forintért. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a hold látható. Ez jelentheti az anyukáját, az anyai érzelmeket. Lehet, hogy ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Amit a hold még jelent, az álmok, a vágyak, a remények, és lehet, hogy álmodik, vagy álmodozik rólad. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható a szerelem, tehát megvannak az álmok, hiszen szeret, szerelmes beléd, és most megnézzük azt, hogy mit fog tenni. Mivel itt a felhő olyan, mint egy fátyol, valami még átláthatatlan, az azt jelenti, hogy ő úgy visszahúzódik, titokban álmodozik rólad, szerelmes beléd, de nem mondja ki ezt nyíltan. Amit ez a kép még jelenthet, az idő, mégpedig fél év, hogy fél éven belül fog majd nyilatkozni. És a következő kártya azt jelenti, mi fűz össze benneteket. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, az ő szívében, az ő lelkében, az ő álmaiban, de részedről valami még itt átláthatatlan, valószínű azért, mert ő ezt nem mondja ki. Lehet, hogy érzed, hogy így van, hogy van egy lelki kapcsolat kettőtök között. Légy kicsit türelmes, amíg ő nyíltan a terveiről és érzelmeiről beszél. De mivel te állsz itt a középpontban, azért tudod irányítani a dolgokat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.